Ha pörög a gazdaság, akkor pörög az ingatlan piac. Szia, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, illetve hogyan válhatsz ingatlan befektetővé Magyarországon kezdeti tőke és bank kihitel nélkül 3-5 év alatt című kis videósorozatot állítottam neked össze. Itt alattam kattints, iratkozz fel és tanulj belőle. Azért írtam nagybetűvel a gazdaságot, ugye volt már egy ilyen videó nem olyan régen, mert a gazdaság, ha pörög, akkor pörög az ingatlan piac is. Most egy picit úgy érzem, mint a fordítva ülnénk a lovon, tehát hogy az ingatlan piacot akarom megpörgetni, hát ha pörög a gazdaság is attól, nem vagyok róla én ilyen szinten meggyőződve. Nyilván ők magasabban állnak, tehát könnyen lehet, hogy ők más látnak, vagy jobban tisztában látnak dolgokat. Viszont az, hogy önmagában az ingatlan piacot megpróbálom megpörgetni alacsony hitelekkel, ugye 10%-os kezdő tőkével, ha mondhatok ilyet, tehát ezek nagyon szuper intézkedések, de önmagában ugye azt ne felejtsük el, hogy ez legtöbb ember, aki ingatlant veszik, azért általában hitellel veszik. Az első ingatlanomat nyilván én is hitellel vettem, tehát ez nem kérdés, tehát ne legyünk álszentek. Viszont annyira most nem pörök semmi. Én, akikkel most találkozok, tehát beszélgetek elég sok emberrel, az átlag építőipari szintet mondok most, illetve a napelemeket szerelnek, egyebeket, konkrétan mondom, hogy nem fizetik ki őket. Tehát nagyon-nagyon elakadtak a pénzek, és nem csak Magyarországon, hanem akár más országokban is. Tehát konkrétan elakadtak a pénzek, és nagyon-nagyon pozitívan kell szemlélni a világot, hogyha most a semmi közepén én hitelt veszek fel, és most akarok ingatlant venni, és nyilván ők nem a befektetőket célozzák természetesen. Ugye egy ingatlan piacnak azért kell egy normál ingatlan vásárló, aki életszerű vásárol ingatlant, hogy ő ott alapít családot, ott akar lakni 150 éves koráig. Ugye kellenek hosszú távú befektetők, meg kellenek a spekulánsok is, tehát ez a három összetevője van, akik az ingatlan piacot mozgatják. Ha most nagyon jól megtámogatja az ingatlan piacot, ugye alacsony hitelekkel, kedvezményekkel, mert tényleg nem rosszak egyébként ezek a számra kapott hírek, én nem vagyok benne biztos, hogy jó dolog, hogyha akár az ingatlan piacot még jobban tehát felemeli az árat, hogy így mondjam. Ugye a Minárik Mártonnak volt egy videója, ahol nézte tart 20 évvel mennyi volt a minimálbér és az ingatlanár, és most is. Én erről a 600 ezer forint körüli összegről annyira nem vagyok meggyőződve, tehát szerintem egy picit azért rosszabbak lettek az arányok, és ezt az arányokat, hogyha még rontja, tehát felemelkednek az ingatlan árak, akár még egy picit felhajtja, most ételezzük fel, akkor még messzebb kerül egy átlagember az ingatlantól, és egyre komolyabb, mondjuk úgy, hogy intézkedések kellenek majd az állami részről, hogy az első lakáshoz hogyan jutnak esetleg az emberek, a fiatalok. Érdekes kérdések ezek, és én úgy gondolom, úgy, ahogy eddig is, csak megint tolja a szart maga előtt, és úgy Isten igazából a megoldás, én szerintem nem biztos, hogy az ingatlan piac feltörgetése lenne. Az is tény, hogy ez nemzetközi szinten van ez a mélypont, ez a lejtmenet, tehát hogy nem biztos, hogy csak mi vagyunk a megoldás, de viszont túlságosan egyedül sem tudunk mindent megoldani, mert ahhoz meg sajnos kicsik vagyunk, és nagyon ki vagyunk szolgáltatva mindenkinek. Úgyhogy ha a gazdaság pörög, és az igazi gazdaságot mondom alatta, ami most szerintem egyáltalán nem pörög, hát az ingatlan piacon keresztül felpörgetni, én kíváncsian várom, megmondom őszintén a végeredményt, hogy sikerül-e vagy nem. Ezért majdnem ilyen fordított pszichológiának nézném ezt a dolgot. Én nekem vannak fenntartásaim, de várjuk meg a végét. Addig is viszont mi, hogy az ingatlan piac felé tolja majd a pénzeket, tolja majd a különböző ugye, juttatásokat, meg kedvezményeket, ezért talán még jól is fog neked jönni, hogy hogyan válhatsz ingatlan befektetővé Magyarországon kezdeti tőke és banki hitel nélkül 3-4 év alatt című kis oktató videósorozatom, úgyhogy itt alattam most kattints, iratkozz fel, nézd meg ezt a kis videósorozatot, és talán segíteni fog neked az első ingatlanhoz jutásban is. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél. Szia!